Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk kint Bene Sándorék tanyáján, és beszélgetésünknek egy olyan apropója van, hogy most jöttek haza a Mogyról, és hamarosan készülnek egy másik nagy lovas túrára is. Először beszéljünk a Mogyról, mi is volt ez a Mogy pontosan, hiszen nem mindenki tudja. Igen, ez a Magyarok Országos Gyűlése, amely egy hatalmas nagy rendezvénynek mondható. Az eddigi években Böszörpusztán volt megrendezve, most viszont átkerült a rendezvénynek a helyszíne Apajpusztára, mely egy 15 kilométeres távolság mindössze az eredeti helyszíntől. Ez a Kiskunságnak az északi része, és ez egy nagy hagyományőrző találkozó, ahol nagyon sokféle program van, és hatalmas a látogatottság ennek a rendezvénynek évek óta. Több tízezres, 50-60 ezres látogatottságról beszélnek a szervezők. Különböző lovas programokat tekinthet meg a közönség, többek között láthatták a mi honfoglaláskori harci lovas bemutatónkat is, mely hál' Istennek nagy sikert aratott a közönség köreiben. Különböző lovas versenyek vannak, volt fogadhajtó verseny is, de természetesen a lovas versenyeken kívül nagyon sok egyéb program várja még a közönséget. Több száz kézműves árul különböző hagyományos módon elkészített termékeket, nagyon sok előadás van. Minden arról szól, hogy a magyarságnak a régi gyökereit meg kell őriznünk, a hagyományainkat meg kell tartanunk, annak érdekében, hogy itt a Magyarországon egy élhetőbb világot, élhetőbb mindennapokat lehessen megteremteni. A Pusztai Rókanomát Hagyományőrző Egyesület is ezt tűzte ki a céljai között. Azt hiszem, hogy amikor ennyien együtt vannak az ország számos tájáról sok-sok lovassal, akik ugyanebben tevékenykednek, ez még egy megerősítés önöknek is, meg plusz feltöltődés a következő hónapokhoz is, hetekhez is, hogy igen, jó úton haladunk, és ezt kell tovább vinnünk. Így van, ez egy nagyon jó feltöltődés számunkra is. Nagyon sok hagyományőrző csapattal találkozunk ezeken a rendezvényeken, akikkel egyébként az év folyamán nem nagyon szoktunk. Ilyen hasonló rendezvény még Bugacon az Ősök napja, ami a Magyarok Országgyűlése előtt egy héttel volt. Ott is részesei voltunk ennek a rendezvénynek, illetve előző héten volt a Hortobágyi Lovasnap, amely viszont egy lovas szakmai találkozó. Tehát ez is a legkedveltebb rendezvényeink egyike, tehát itt pedig a lovas csoportoknak, a magyar lovas társadalomnak találkozik egy része, és különböző programokkal és bemutatókkal szórakoztatják a közönséget. És hát szeptemberben pedig egy lovas kitartó túra fog indulni, hiszen itt a lovasok kitartása és a lovak jó felkészítésére is szükség lesz. Hova is tart ez a túra, és mikor indul pontosan? Igen, minden évben igyekszünk szervezni a csapatunk részére egy úgymond nagy lovas túrát, ami attól nagy, hogy általában 500 kilométer fölé szoktuk kitűzni a célt, és ez általában, illetve elmondhatom, hogy ezt mindig sikerült is teljesítenünk. Idei évben a Jászkunságot szeretnénk körbekerülni. A régi időkben a hármas kerület egységeként működött a Jászság, Kiskunság és a Nagykunság. Ennek a tájegységnek szeretnénk körbe lovagolni a határait, azért is, mert egyrészt szeretnénk megismerni azt a földet, azt a vidéket, ahol felnőttünk és ahol élünk. Másrészt pedig a jó gazda az minden nap vagy minden héten körbejárja a tanyáját, a portáját, illetve a területeit, és így a jó gazda gondosságával mi is körbe szeretnénk lovagolni azt a világot, ahol élünk, a Jászkunságot. Néhány állomását említsük meg ennek a túrának, mikor indulnak Karcagról, és csak a pusztai rókák mennek, vagy egy kibővített csapattal mennek esetleg? Igen, a mi csapatunk lesz a túrázóknak az alapja. 5 fővel fogunk indulni Karcagról délnyugati irányba. A néhány kunsági települést érítünk ebbe az irányba, a Kisújszállás 2 Pó Kunszentmárton. Kunszentmártonnál átlovagolunk a Kiskunságba, és lemegyünk egészen a Bugac Kiskun Félegyháza déli Kiskunságig. Utána észak-nyugatnak tartunk, és érintjük a Dunát. Átmegyünk a Dunán, Hantos településen fogunk megállni, és ott tartunk egy pihenő napot is.
a Hantoson a hagyomány szerint kunok települtek le valamikor, és így szeretnénk ott felvenni velük a kapcsolatot, szeretnénk az emberekkel beszélgetni, illetve a Hantos még arról is híres, hogy jó néhány éve már a Sudár István, aki behozta a kazak lovakat, ott tartotta a ménes pályafutásnak az elején, hogy úgy mondjam, tehát a Kazaksztánból közvetlenül oda Hantosra érkeztek meg a lovak, és utána éveken keresztül ott legelésztek azokon a legelőkön. Hantos után visszajövünk a Duna-Tisza közére, és északnak tartunk vissza a Kiskunságba, Kiskunlacháza, Kunszent Miklós, utána a Kunszent Miklóst elhagyva áttérünk a Jászságba, a Jászok fővárosába, Jászberénybe, ahol biztosan el fogunk tölteni egy napot, tehát ott egy pihenő napot adunk a lovainknak, illetve saját magunknak is, és utána a Jász kíséren keresztül majd visszakerülünk a Nagykunságba, Kunhegyesnél, és utána pedig már csak egy ugrás a végállomás Karcag. És igyekszünk a túra alatt a mesterséges, illetve a természetes látnivalókat is megtekinteni, tehát a teremtett, illetve az épített környezetnek is azon részét, mely összefüggésben van a Jászkunság történelmével, Jászkunság történetével. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon szép túra lesz, és igen, csak fel kell készülni, hiszen azért ez a lovast és a lovakat is nagyon próbára teszi. Mikor indulnak pontosan? Szeptember 9-én hétfőn fogunk indulni. Minden nap megyünk 40 és 80 kilométer közötti távolságot, és egy vagy kettő pihenő napot iktatunk be, és így fog összejönni a 14 nap alatt több mint 500 kilométer. Egyébként a lovas túrának az egyik célja, azon kívül, hogy körbejárjuk a határainkat, az, hogy kapcsolatot teremtsünk a Jászkunságban, élő Jászkunságban tevékenykedő lovas hagyományőrzőkkel, illetve lovasokkal. Tehát a túra során várjuk nagy szeretettel azokat a lovasokat, akik szeretnének becsatlakozni a túránkba, akár csak néhány óra hosszára, vagy akár néhány napra is nagy szeretettel látjuk őket. Reméljük, hogy lesznek ilyenek, és akkor beszámolhatunk majd arról, hogy kiskunsági lovasok is csatlakoztak önökhöz, sőt, még a Jászságba is esetleg lovas csapatokkal mennek néhány kilométer. Na, azt kívánom, hogy sikeres legyen ez a túra, és sok-sok élménnyel gazdagodjanak, és sérülés és balesetmentesen tegyék meg ezt a 14 napot. Reméljük, hogy úgy lesz. Köszönjük szépen!